Köszöntöm a Kaposmenti magazin nézőit. A Dombóvári Ifjúsági Fúvószenekar házatáján mostanában több siker is született. Bár a pandémia a zenész világot is megviseli, próbák, fellépések maradtak el 2020-ban, a zeneiskola karnagya és a részfúvósa életében mégis pozitív változások születtek. Kerekes Béla, részfúvós tanár megkapta a Bonis Bona, a Nemzet Tehetségeiért díjat, Kiszler András karnagyot pedig beválasztották a Magyar Fúvós Zenei és Mazsorett Szövetség elnökségébe. Kerekes Béla az Alföldről került a Dél-Dunántúra. Pályáját a zene szeretete hatotta át, már gyermekként zenészi álmokat dédelgetett. Legfrissebb elismerése is jól példázza, hogy az út, amin jár, a legjobb út, amit választhatott. Bonis Bona a Nemzet Tehetségéért díjra a feleségem pályázott be, tudtom nélkül, megkereste volt tanítványom Kaposváron, és az itteni tanítványaim között is, akik országos vagy nemzetközi versenyt értek el. Ez a díj, ez 5 kategóriában lehetett erre a díjra pályázni, mint utólag megtudtam. Engem az A kategóriára pályázott a feleségem, ahol a szakmai munkámra arra voltak tekintettel, hogy az elmúlt 5 évben milyen versenyeredményeket értem el. Az a lényeg, hogy azt kaphatja meg ezt a díjat, aki az elmúlt 5 évben országos és nemzetközi versenyeken folyamatosan kimagasló eredményt ért el, és az utóbbi időben szinte minden országos és nemzetközi verseny díjjal jöttek vissza a gyerekeim. És akkor így kaptam meg. 20-an kaptuk meg ezt a korcsoportba, ezt a díjat. Egyébként 580 jelentkezés volt, vagy jelölés volt, és 53 díjat adtak ki a gálán. A Bonis Bona elnevezésű elismerés díjazottai között idén Béla a legfiatalabb pedagógus. De a díj történetében is ő a legifjabb díjazott, s erre nagyon büszke. Mint elmesélte, iskoláit is azt szerint válogatta meg, hogy minél magasabb képzést kapjon a maga szakmájában. Én Balmazújvárosi születésű vagyok, ott kezdtem a zeneiskolába járni. Általános iskolás elsős osztályos koromban kezdtem a zeneiskolát, mint általában minden gyerek furuljával kezdtem én is. 2 év furuljázás után hát választani szerettem volna valami komolyabb hangszert, szüleim szerint komolyabb hangszer, akkor jött, hogy részfúvós hangszerekre lehetett menni az iskolában, és akkor tenorkültöt választottam, ezen tanultam 4 évet, és akkor ez kezdett egész jól menni, és akkor jött ez a kérdés, hogy mi leszel, fiam? Hát én otthon azt mondtam, hogy akkor zenész leszek, bár akkor még annyira komolyan talán nem gondoltam, nekivágtunk a dolognak, és akkor elkezdtem rendesen gyakorolni, mert odáig, bevallom őszintén, hogy nem mindig úgy készültem, ahogy kellett volna, de akkor nekiugrottam a dolognak, és 8. után felvettek Debrecenbe a Művészeti Szakgimnáziumba, ahol Törőné Tóth Márta volt, egy harsonás volt a tuba tanárom. És ezután pedig Debrecenbe vettek szintén fel a Debreceni Egyetemre, ott végeztem tuba szakon, Szentpáli Rolandnál, és ezután pedig még egy fúvós karnagyit is végeztem, de ez már egy kis kitérő után, mert közben felvettek Kaposvárra a zeneiskolába tanítani. Feleségem közben itt tanított Dombóváron a zeneiskolában, és tavaly előtt nyílt olyan lehetőség, hogy ő átment a gimnáziumba énektanárnak, én pedig kerültem a helyére ide a zeneiskolában, mint részfúvós tanár. Úgy kerültem a zenekar mellé, hogy Kaposváron elment szülési szabadságra a kolléganőm, és akkor megkaptam az utánpótlás zenekart, a Trombita Virág fúvós zenekart vezényelhettem 4 éven keresztül. Ezután kerültem ide az András mellé, ide is járok a zenekarba. Bár itt most tag vagyok. Itt nem vezénylek, néha-néha, hogyha van rá lehetőség, vagy hogyha Andrásnak van valami programja, akkor be szoktam ugrani, de itt a Kiszner András továbbra is a karmester, én itt vagyok, segítem a munkáját, amennyivel csak tudom, de a zenekar mellett én most, vagy a zenekar most nem vezénylek, hanem csak játszom benne. Emellett most a Dél-Dunántúli fúvózenekart vezénem, de ott is az utánpótlás együttest. Kollégája az ifjúsági fúvószenekar karnagya, Kiszler András, a vírushelyzet alatt is kitartóan dolgozott. Bár nem a megszokott módon, de igyekezett a diákjaiban ébren tartani a szorgalmat, s online térben tartotta velük a kapcsolatot. Januárban szokásos újévi koncertet adtunk,
nagyon örülök annak, hogy most már ráadás koncertet is kell adni, és ugye a Tücsök zenekar is fellépett, az utánpótlás zenekarunk, két teltházas koncertet adtunk, a sztárvendégek az Abbabák voltak, egy háromtagú hölgyekből álló csapat, amivel egy Abba on Broadway számot adtuk elő, amiben Abba egyvelegek voltak. Én próbálom mindig egy kicsit a koncertet tulajdonképpen színesíteni azzal, hogy vendégelőadókat is hívok, és én azt gondolom megint sikeres volt ez a produkció velük. Szerettünk volna elmenni Horvátországba, új repertoárt tanultunk, viszont márciusban ugye sajnos a koronavírus járvány tekintetében ugye hát digitális oktatásra kellett átmennünk. Ez nyilván a zenekar életét is befolyásolta, ugye nem lehetett a művészeti iskola épületében próbálni, úgyhogy tulajdonképpen a zenekari tagok a darabokat hangfelvétellel felvették, és azt küldték nekünk, és hát én szerveztem nekik előadásokat online, ahol tulajdonképpen úgymond sztárvendéket hívtam, volt karmester, pilóta, trombita művész, volt énekes, volt 51-szeres Ironman-es, úgyhogy ezzel is próbáltam őket színesíteni, és valamikor csak egy ilyen beszélgetést tartottunk egymás között, a Tücsök zenekar, az ifjúsági fúvószenekar, hogy ők hogy élik meg ezt a helyzetet, és én azt gondolom nagyon pozitívum volt. Az elmúlt egy évben olyan megtiszteltetés érte a zenekart, hogy egy helyi sütöde a város kenyerének árából darabonként 20 forinttal támogatta működésüket. A befolyt összeget augusztus 20-án vehette át Kiszler András a városi ünnepségen. Mint elmondta, a támogatást kották és zenekari pólók vásárlására fogják fordítani. A nyáron pedig egy felelősségteljes tisztviselői pozíciót is kapott András. A Magyar Fúvószenei és Mazsoret Szövetség elnökségi tagjává választották. 2019. novemberében Szabó Ferenc, a szövetség elnöke felhívott telefonon, hogy a fúvós szekció tagjai egyöntetően rám gondoltak a régióban, hogy legyek az elnökségi tagok között. Én pár napot gondolkodtam rajta, és arra döntésre jutottam, hogy elvállalom, szívesen beszállok a szövetség munkájába, és segítem őket, és bízom benne, hogy a régióban is szakmailag is tudom majd a zenekarokat segíteni. Most kb. 120 tagszervezet van ebbe, hogy bővülni fog majd több zenekarral és több mazsoret csoporttal is. Kiszler András a 17 fős elnökségben tisztségét 5 évig gyakorolhatja, mandátuma 2025-ig szól. A zenekar most a következő újévi koncertjére készül, amelyen új repertoárt hallhat majd a nagy értemű. Mintegy 20 millió forintból újult meg a közösségi tér Kaposszegcsőn. A felújított közösségi házban helyi értékekből és festményekből nyílt kiállítás, valamint 40 éves szolgálatukat befejező óvodapedagógusokat is búcsúztattak. Az eseményen részt vett Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője is. Szép számú közönség látogatott el a megújult közösségi ház átadójára Kaposszegcsőn. A járványügyi előírásokat figyelembe véve a szabadtéren szervezték meg az ünnepélyes avatást. Annak idején, amikor megnyertük ezt a pályázatot, sokan kérdezték, hogy miért is kell ezt felújítani. Milyen jó állapotban van. De aztán igaz, hogy használható volt. Amikor elkezdtünk kipakolni, akkor látszott igazán, hogy tényleg mekkora szükség is van erre a fejlesztésre. Mennyire szükség van arra, hogy ez felújításra kerüljön. A közösség szolgálatban mennyire megkopott, és mennyire megérdemli maga az épület, megérdemli Kaposszegcső lakossága, hogy ez a hely ismét új fényében ragyogjon. Vadáci Csiba Zsuzsanna, Kaposszegcső polgármestere elmondta, a jelenlegi helyzet pont arról szól, hogy tartsuk egymástól a távolságot, ne csoportosuljunk, ne menjünk közösségbe. S egy ilyen időszakban átadni egy olyan teret, ami pont a közös programoknak ad helyet, véleménye szerint egy üzenet, egy jel arra, hogy van jövője a közösségi háznak, és várja látogatóit, ha a járványügyi helyzet mérséklődik majd. Végre itt állhatunk Kaposszegcsőn a közösségi ház felújításának az eredményeként a háznak az átadóján. Régóta várunk erre az eseményre, márciusra terveztük, ezt ugye el kellett halasztanunk mostanra. Most is majdnem meghiúsul, de azért ragaszkodtuk, hogy legalább ezt az átadót megtartsuk, és ehhez hozzáfűzzünk még pár rendezvénypontunkat. A pályázat még az előző testület ideje alatt lett beadva,
akkori jegyzőasszonnyal és akkori polgármesterasszonnyal készítettük ezt a pályázatot. Közel 20 millió forintot nyertünk az egészre, ebből 15 millió forint volt körülbelül az, amit az építésre költhettünk. Hangosítást szereztünk be, fénytechnikát, amivel színvonalasabbak lesznek majd ezentúl a rendezvényeink, valamint ugye rendezvények megvalósítására is fordítjuk ezeket a forrásokat. Ezt az átadót ezt összekötöttük egy helyi termékfesztivállal is, bent az épületbe, majd megfelelő maszk és egyéb óvintézkedések mellett átvonulással meg lehet tekinteni a kiállítást, tehát be direkt azért nem raktunk másik programot, egy áthaladó kiállítást lehet megtekinteni helyi termékekből, illetve kárpátaljai festőknek a munkájából. Kint pedig ugye az átadó zajlik majd. Gyakorlatilag szeretnénk megköszönni az átadó során azoknak, akik tevékenyen részt vettek ebben a munkában, hogy ismét megszépülhetett ez az épület, illetve összekötöttük ezt azzal is, hogy két óvónőnk 40 év után vonult nyugdíjba, mind a kettő szinte 40 évet töltött tényleg a körünkben, és ezért meg szeretnénk itt nyilvánosan köszönni nekik a munkájukat. Az eseményen Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője is tiszteletét tette. Beszédében elmondta, a kaposszegcsőiek nem estek kétségbe a koronavírus járvány miatt, hanem inkább a jövőre gondoltak és építkeztek a pandémiás időszak alatt. Tavalyi év őszén döntött arról a Magyar Országgyűlés, hogy 2020 az összetartozás, a nemzeti összetartozás éve lesz. És amikor így döntöttünk a tavaly, akkor nem gondoltuk volna azt, hogy nem csak a nemzeti összetartozás éve lesz a 2020-as esztendő, hanem egyúttal a nemzeti szolidaritás éve is. Hiszen amellett, hogy megemlékezünk a 100 évvel ezelőtti dolgokról, megemlékezünk azokról az emberekről, akik elszenvedték a trianoni békedöntést, aztán elszenvedték utána a második világháború borzalmait, ott voltak a különböző forradalmakban, végigcsinálták az elmúlt jó néhány évtizedet. Talán bennünket, magyarokat rádöbbentett arra, hogy most van idő arra, hogy felkészüljünk a következő időszakra. Amikor nem lehet ilyen rendezvényeket tartani, akkor viszont lehet fejlesztéseket lebonyolítani, rendbe lehet szedni az önkormányzati épületeket, rendbe lehet tenni az intézményeinket, van időnk arra, hogy a településeinket szépítsük, és talán forrásunk is több van erre, mint azt megelőző időszakban, hiszen erre tudjuk a forrásokat fordítani. Országgyűlési képviselőnk az elmúlt időszakban több olyan rendezvényre is meghívást kapott, ahol valamilyen fejlesztés valósult meg. Mint mondta, öröm ilyen helyekre ellátogatni, jó látni azt, hogy egy-egy település valamely része megújul, megszépül, valamint hogy a vidék is részesülhet az állami és uniós forrásokból. Ma már ez a harmadik átadó ünnepélyes esemény. Závodon, illetve Tevelem volt egy-egy útnak az átadása, sőt ez nem egy-egy utat jelentett, hanem Závod esetében három utcának a felújítását jelentette, jelentős forrásokat, mind a Magyar Falu programból, mind pedig a belügyminisztériumi keretből. A héten egyébként már három községben hasonló esemény zajlott, Kölesden, Harcon és Grábulcon, és ehhez a fejlesztési sorozathoz kapcsolódott most itt Kaposszegcsőn a közösségi háznak a felújítása, megújítása, illetve eszközök beszerzése. Összesen 20 millió forint fejlesztésről beszélhetünk, ebből közel 15 millió forint volt az, amit a Magyar Falu programból kaptak. Örülök annak, hogy ilyen sokan eljöttek. A környező települések vezetői is itt voltak, illetve a helyi lakosok. Én azt gondolom, hogy ha betartjuk a járvány a vonatkozó előírásokat, és biztonságosan szervezzük meg ezeket a társadalmi rendezvényeket, akkor korlátozott számban természetesen ilyen helyeken is meg lehet jelenni. Sajnos a bál a születi felvonulása hétvégén elmarad, de így is nagy öröm a kaposszegcsőieknek, hogy az új létesítményt birtokba vehetik. Sajnos a rendezvény az eredeti tervekhez képest módosítva valósult meg. A nagy izgalommal várt borvacsora elmaradt, annak megszervezéséről a későbbiekben gondoskodnak.
Dombóváron 2001 óta, a helytörténeti gyűjtemény megalakulása óta kapcsolódnak az országos kezdeményezésű kulturális örökségnapokhoz. Idén több napos rendezvénysorozattal kedveskedtek a közönségnek. Első nap a dombóvári születésű Akházi Gyula festőművészre emlékeztek, akinek az alkotásaiból időszakos kiállítás nyílt. A kulturális örökségnapokhoz Dombovár is csatlakozott, mint minden évben. A Városszépítő Egyesület és a helytörténeti gyűjtemény több napos rendezvénysorozattal készült az alkalomra. Ez a program lehetőséget ad olyan helyi értékek megismerésére, amelyek egyébként ritkán érhetők el a nyilvánosság számára. A Városszépítő Egyesület és a helytörténeti gyűjtemény 2001 óta csatlakozott a Kulturális Örökség Napjai programhoz. Minden évben hát más eseménnyel készültünk, valamikor egy kiállítással, valamikor épp egy koncerttel. Egyébként sok esetben voltak tematikák, amikhez lehetett csatlakozni. Ennek a programnak a lényeg, hogy felhívni a hazánkban található, és nem csak hazánkban, hanem természetesen Európában található védett értékekre, természeti értékekre, régészeti leletekre a figyelmet is. Ezeket gondozni, illetve az, hogy ne csak az idős nemzedék, hanem a fiatalabbak is megismerhessék ezeket az értékeket. Nagyon sok esetben olyan helyszínek mutatkoznak be, akár itt egyházakra is gondolhatunk, templomokra, aminek egyébként az év nagy részében zárva vannak. Tehát ennek egy ilyen célja is van, hogy az addig ismeretlen vagy kevésbé ismert helyszínek is előtérbe kerüljenek. Takács Istvánné helytörténész, nyugalmazott gimnáziumi tanár immár nem első alkalommal tartott előadást Dombovár híres szülöttéről, Akházi Gyuláról, aki 170 éve látta meg a napvilágot az akkori mezővárosban, s tehetsége egészen Párizsig vitte. A festőről ezúttal vetített, képes előadást hallgathattak meg a látogatók. Az akkori Dombóvárról is levéltári források segítségével egy olyan képet szeretnék adni, amely egy olyan társadalmi, természeti hátteret adna Akházi Gyula életrajzához, amelyből egyenesen megismerhető és átélhető az, hogy miért is azt festette, és miért ilyen művészeti tartalmakkal dolgozott Akházi Gyula. Elfeledett, de Dombovár nagy szülöttje Akházi Gyula. 170 évvel ezelőtt itt, ezen a kis mezővárosi területen jött a világra, nehéz körülmények között az akkori időkben természetesen, de hát ragyogó tehetség volt. Zenében legalább olyan jó volt, mint festészetben, rajzolásban. A gond az volt, hogy melyiket válasszam. Az apai intelemre hallgatva inkább zenére fókuszáljuk, vagy pedig inkább a kedvencet, a festészetet, a rajzolást, azt preferálja jobban. Na hát eljutott Párizsig. Tehát azt, hogy a hazai művészeti képzés annak idején még nem volt igazán kiforrott, de elment Bécsbe, de elment Münchenbe, meg a művészetek csúcsára is eljutott Párizsig, és nem akárkinek az oltalmában, Munkácsi Mihály, a mestere. Az előadó kiemelte, szeretné Akházi szellemét, hagyatékát egy állandó kiállítás formájában is tovább ápolni. A jelenlegi tárlat ugyanis október 24-éig látogatható. Takács Istvánné korábban arról is beszélt, hogy fel szeretné terjeszteni az illetékeseknél, hogy alapítsanak egy úgynevezett Akházi díjat, amelyet helyi fiatal tehetségek támogatására hoznának létre. Zenélő múzeumkert címmel tartottak szabadtéri fotókiállítást Dombóváron a kulturális örökségnapok keretében. A helytörténeti gyűjtemény előtti téren a zene és a fotográfia összefonódásából remek hangulatú délutáni program lett. A fényképek sokféle stílust tükröznek, zömmel helyi alkotók régi és még sosem látott fotóikon mutatják be a várost, az itt élő embereket, tájakat. A Dombovári Zenész Egyesület szolgáltatta a minőségi zenét a kulturális örökségnapok másnapján megrendezett szabadtéri fotókiállításhoz, amely a Művészet, Örökség, Fotó címet kapta. Az utóbbi évtizedben mondhatom azt, hogy igen népszerű lett a fotózás, ha nem is fényképezőgéppel, de azt hiszem, hogy most már
az embereknek nagy százaléka telefonnal készíti a fényképeit, arról most nem kívánok szólni, hogy milyen minőségben és milyen témakörben. A kiállítás ötlete az tulajdonképpen nem új keletű, mert 11 néhány évvel ezelőtt már csináltunk egy ilyet, hárman a régi városháza előtt. Ott csináltunk egy ilyen félnaposat szintén. És ez a 3-4 ember részt vett a Pálnapi Vigasságok rendezvényén, szintén szabadtéren, a civil fesztiválon, szintén fotókkal. És akkor ez a része megszakadt, de így a kapcsolatot tartottuk, és mi úgy nevezzük magunkat, hogy Dombóvári Fotósok Baráti Köre, ami tulajdonképpen a műfázban látható kiállításnak is része. És az ötletet tulajdonképpen ez adta, most pedig hát én találtam ki, én kerestem meg a gyűjteménynek a munkatársait, hogyha van ilyen lehetőség, akkor csináljanak egy ilyet. Ötletként adom, szervezésben már nem nagyon tudok részt venni, de segítek. És én meglepően és jó eső érzéssel vettem, hogy erre nagyon ráugrottak, és ilyen rövid idő alatt sikerült megcsinálni, úgyhogy 14 alkotót sikerült meghívni. A fotópikniknek is nevezhető tárlatot maguk a fotósok készítették el, így már a készülődés folyamatát is láthatták a járókelők és a térre látogató érdeklődők. A Tillinger Sándor által kitalált kültéri galéria nem újdonság Dombováron. Fotós barátaival már korábban is állított ki képeket az utcán. Sajátossága ezeknek a megmozdulásoknak, hogy a képek általában két fa közt kihúzott kötélelógnak, vagy állványra vannak felerősítve. Weber József is régóta tagja a fotós baráti körnek, most 9 képet hozott magával. Pécsi diákként iskolai diákfotó diákfotóiból készítettünk kiállítást, de hát az még analóg filmre készült, még mi hívtuk elő, laboráltuk, nagyítottuk, szárítottuk, és az egy sokkal izgalmasabb folyamat volt. Hát azóta az analóg gépet letettem, illetve most újra fölvettem, megint divatja van, és megint lehetőség van előhívatni őket, kezelni őket, de zömében digitális képeket készítik, illetve most a 9 képem közül az egyik az analóg filmre készült, és aztán utólag digitalizáltam. És az volt a szempont, hogy körülbelül 1/3-2/3 arányban legyenek fekete-fehérek is. A fekete-fehérnek azért vagyok nagy szerelmese, mert amikor én kezdtem, akkor az volt a természetes, hogy fekete-fehér a film. És hát nem csak nosztalgia, hanem ugye a fotózás az mégiscsak a fényárnyék játékáról szól, és a fekete-fehéren ez elsődlegesen ki tud domborodni. Aztán hát a válogatás további szempontja pedig az volt, hogy lehetőleg legyen személy is, ami ugye mindig veszedelmes dolog, mert a személy nem biztos, hogy egyetért, meg nem biztos, hogy fotogén az arca, de hát a gyermekeimből készült fotóval jöttem. Meg hát olyan képeket hoztam, ami online, vagy hogy hívják ezt, szóval fotós weboldalakon komolyabb sikereket értek el. Gondoltam azokat, akkor most kinyomtatjuk, és a dombóvári nézők elé is bocsátjuk. A fotókiállítás érdekessége volt, hogy nem csak jelenkori fotográfiákat láthattak az érdeklődők, de a 70-es évek helyi sajtófotói segítségével nosztalgiázhattak is egy kicsit, főleg az idősebbek. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!